A Temesvári Klinikán, ahol több mint 40 évig tanítottam, főleg az utóbbi időben mind több és több beteggel találkoztam, aki szájszárasságra panaszkodott. Egy átlagos, egészséges ember normális folyadékbevitel mellett átlagban napi 1-1,5 liter nyálat termel. Igaz, hogy a nyálnak a 99% a víz, de viszont az az 1%, ami még ott van mellette, rendkívül fontos. A fiziológiás mennyiségű és minőségű nyálban az az 1% olyan molekulákat tartalmaz, amely tulajdonképpen a szájat és az egész szájmilliót megolajozza. A jó száj önér közérzetéhez hozzátartozik a nyálhártya felszínek kellő méretű olajozása. Ha ez a folyamat elkezd döcögni, és ez rendszerint szekreció csökkenéssel indul, akkor a nyáltermelés, hogyha 0,7 ml per perc alá esik, hipoxialiáról beszélünk. Ez lehet egy átmeneti állapot, például izgalmak esetén, vizsgák előtt, stb. Nem tekinthető különösebben patológikus jelenségnek. Akkor azonban, hogyha ez hosszú ideje tartó jelenség, és ez az állapot mind jobban romlik, a nyáltermelődés eléri a 0,1 milliliter perc alatti értéket, akkor már asziáliáról vagy xerosztómiáról beszélünk. Sajnos napjainkban ez már népbetegséggé vált, hiszen a lakosságnak a 10%-a szenved ebben a betegségben, és a 65 év fölötti embereknek a 40%-a panaszkodik a száj szárazságáról. Nyálpangás számos kellemetlen tünettel jár, úgyhogy az előadásban megpróbálom fölvázolni a korfolyamatot, a diagnózist, és főképpen a terápiás lehetőségeket, és ezek kerülnek majd részletezésre. Maga a kezelés gyakran egyszerű, szinte egy életviteli változásból is állhat, de a módszerek motiválása, az érintettek instruálása és a gondozási feladatok elsajátításának a célja és a reménye, ez a mostani eszmefutatásom. Köszönöm a figyelmüket!